Ne szavazzanak a Jobbik országos listájára, ha kormányváltást akarnak. Erre kéri a szavazókat a Magyar Liberális Párt. A liberálisok szerint a Jobbik ellen szól például, hogy listája hiteltelen és néppártosodást hazudó politikusokkal van tele. A párt közben az Elios ügy vizsgálatát is sürgeti. Azt követelik, hogy a kormány Tiborcz István vagyonából fizesse azt a büntetést, amit a szabálytalanságok miatt ró Magyarországra az Európai Unió. És hogy milyen aktívok a liberálisok? Fodor Gábor ma arról is beszélt, hogy április 8-án az ügynökakták ügyéről is szavazunk. Bőszanet meg Nyíregyházán talán, ha jól emlékszem, arról beszélt, hogy vissza kell adni az önkormányzatoknak az iskolákat, már ha ők azt kérik, nem minden önkormányzat kérné. Érdemes most újabb és újabb követeléseket megfogalmazni 18 nappal a választás előtt? Persze, hát szerintem érdemes, mert a választópolgároknak azért csak kell tudni, hogy kire szavazzanak. És persze ilyenkor elég nagy a kakofónia. Tehát ez nem is követelés, mint üzenet igazából a polgárnak, hogy mire válasz, hát mire hogyne kap választ, hogyha mondjuk a liberálisok bejutnak. Persze, hát nyilván én is közelebbről foglalkozunk a közélettel. Az ATV nézői, akik nézik a mi beszélgetésünket, ők is. De azért az átlagpolgárhoz azért nem jut el minden nap és minden héten, minden hónapban az, amiről vitatkoznak a politikában. Tehát ilyenkor a választások idején fokozottabb az érdeklődés. Nekünk valahogy meg kell próbálni megfogalmazni becsülettel, tehát úgy, hogy az ne legyen fölösleges, tarthatatlan követelés vagy tarthatatlan elképzelés, amit mondunk, de egyúttal egyszerűen is az, hogy egyébként mi lenne az elképzelés. Tehát miért gondoljuk azt, hogy kormányváltásra van szükség? Miért kellene jönni egy ellenzéki pártnak? Mi az, amit képvisel? Amit ön mondott ma, április 8-án az ügynökaktákról is szavazunk. Az SDS-ben dolgozva bőven lett volna alkalom arra, hogy ezt valamilyen módon kierőszakolják a politikai partnereken, hogy az ügynökakták nyilvánosságra kerüljenek. Miért nem ment ez soha? Hát először is hadd kezdjem azzal, hogy a liberálisok voltak, a liberális párt volt az, ugye akkor a Szabaddemokraták Szövetségének hívták, a rendszerváltás idején kettő liberális párt volt, az egyiket Fidesznek hívták, a másikat pedig a Szabaddemokraták Szövetségének. Arról egyébként érdemes beszélni, megjegyzem, most lesz 30 éve, hogy a Fidesz alakul, de zárójeles megjegyzés. Ünnepségre? Kíváncsi vagyok, mert az elmúlt 10-21 néhány évvel, ugye 93-ban léptünk mi ki, több százan léptünk ki akkor a Fideszből, azóta minket nem hívtak, többen is vagyunk alapítók, akik ott voltunk, és minket, akik maradtunk liberálisok, és nem mentünk át másik oldalra. Érdekes módon mi, akik megmaradtunk, az értékek lett, minket nem hívnak. De akkor zárjuk be. Tehát miért hoztam elő itt így van a liberális pártokat? Azért, mert a Fidesz is azt képviselte annak idején, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, na de az SDS is, hát az első Dembski-Hak-féle javaslatot az 1990-ben, 90-91 fordulóján, amelyik azt célozta meg, hogy igen, itt teljesen tiszta lapra van szükség, hozzunk nyilvánosságra. Azóta bármilyen liberális párt is van Magyarországon, mindegyik harcolt azért, hogy etéren végre tisztán lássunk. Ezt az MSZP is furta, amelyikkel partneri viszonyban voltak nagyon sokáig. Nekem személy szerint is több beadványom volt országgyűlési képviselőként, amely arra utalt, hogy most már tessék nyilvánosságra hozni, öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy előfogalmaztam. Hát folyamatosan az zajlott, amíg a szocialista párttal volt koalícióban az SZDSZ, egyfelől a koalíciós partnert, tehát a szocialistákat ösztökéltük abba az irányba, hogy igen, legyen nyilvánosság, megjegyzem, az, ami a 90-es évek második felében, 96-97 táján megvalósult, emlékeznek rá sokan a nézők közül, akkor egy történészbizottság jött létre, egy nyilvánosságklub is bevonása került ebbe. Javaslatokat tettek, mit kellene csinálni, akkor lettek kutathatóak ezek az iratok, pokoli ellenállás volt, hát gondoljuk csak, ott volt Horn Gyula, akiről aztán később kiderült, hogy ügynök volt egyéb iránt, most a egyéb sajátosságok miatt pártállami múlt, mert még ez is kiderült. Szóval természetes, hogy csomó probléma volt a szocialista párt házatájékán, a tekintetben, hogy nagyon sokan érdekeltek voltak abban, hogy ne kerüljön nyilvánosságra, ne kerüljenek nyilvánosságra ezek az iratok. Tehát mi küzdöttünk rá. Tehát azt gondolom, hogy az SZDSZ nem, hogy kritizálni kellene ez ügybe, hogy miért nem tudtak többet elérni. Azt, amit elértünk, az javarészt annak köszönhető, jó, hogy a liberálisokat harcoltak. Másfelől, a Fidesz miért nem akarja? Na most... Ugye ott van a Fidesz születésénél, ismeri a szereplőket, ismer sok mindenkiről, sok minden olyan történetet, amit nyilván meg sem osztott még a nyilvánossággal. Ez ügyben ismer olyan történetet, amit lehet, hogy most sem fog megosztani, de magyarázza azt, hogy a Fidesz miért áll ellen? Hát a Fidesz alapítás körül ilyen történet nincs. Illetve hát olyan történetek vannak, hogy egykori tanáraink ültek ott,
annak idején, 1988. március 30-án a Bibó kollégiumban is jelentést írtak az állambiztonsági szerveknek arról, hogy mi zajlik ott. Tehát ilyen szomorú történetek vannak. De nem lettek Fidesz alapítók az ilyen emberek, illetve hát azóta kiderült, volt olyan Fidesz alapító, nem volt aktív később, aki ott szerepel az alapítók között, és aztán kiderült, hogy írt jelentést, és az volt a feladata, hogy próbáljon itt információkat gyűjteni, és az állambiztonsági szervezeteket tájékoztassa arról, hogy mi zajlik. Tehát ilyenek voltak, erről szólt a Kádárkor, innen jövünk. Természetesen ezért kellene tisztázni ezeket az ügyeket, de a Fidesz, ugye az önkérdése is arra irányul, amikor aztán kormányra került, például az első Orbán kormány idején, hogyha olyannyira a Fidesz érdekelt lett volna ebben, mert mindent megtett volna azért, hogy nyilvánosság legyen. Tud valamit, amiért ezt a Fidesz nem teszi? Hát azért, mert azért nézzük meg, például ugye az Orbán kormányban is, már az első Orbán kormányban is, és azóta is jó néhányan voltak, akik egyfelől a pártállamnak voltak tagjai, másfelől pedig valószínű, hogy olyan kapcsolatban voltak a Kádár rendszerrel, amit nem akart bolygatni a Fidesz. Tehát a Fidesz is úgy ítélte meg egy idő után, hogy retorikailag igen, kell erről beszélni, de ténylegesen nem kell semmit tenni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az egyetlen párt, amelyik következetesen harcolt, én ezért is beszéltem erről, mert én csupa, hát én nem változtam. Tehát nekem azok a pártok, amelyek körülöttem voltak, legyen az Fidesz, mint liberális párt, legyen az SZDSZ, mindegyik azért harcolt, hogy legyen nyilvánosság. A Magyar Liberális Párt is ezt követeli, hogy legyen nyilvánosság. Amikor azt a mondatot hallja Orbán Viktortól, az egykori barátjától, meg elvtársától, hogy a választás után elégtételt veszünk, erkölcsit, politikait, jogit, akkor milyen kép jelenik meg ön előtt Orbán Viktorról? Tehát ez a fickó, aki ezt kimondja, a miniszterelnök úr, ez ugyanaz az ember, mint akivel a kollégiumi szobában lehetett dumálni? Ez nem a liberális Orbán Viktor, hanem az az Orbán Viktor, aki az illiberális államot építi, aki nekem politikai ellenfelem, akiről nem ugyanazt gondoljuk Magyarországról. Tehát de a liberális... ő emlékezhet arra az Orbán Viktorra, akiről most ön beszél, akivel már nem azonos? Találkozás egy fiatal emberrel, ugye, Karinti féle, tehát természetesen biztos emlékszik. Szerintem az, amit megkérdezett tőlem, ugye pár perccel ezelőtt, hogy meghívnak-e minket. Szerintem, hogyha emlékeznének rá, és rendben lennének a múltjukkal, akkor meghívnának minket. Azért nem hívnak meg, mert nincsenek rendben. Tükröt tart, ha megjelenik? Igen, mert valahogy szeretnék elfelejteni azt, hogy a Fidesz valójában radikális, liberális, alternatív szervezetként alakult. Orbán Viktor egyébként alelnöke volt a Liberális Internacionálénak 1999-ig. De nem szívesen emlékeznek erre, amikor állandóan most a liberálisokat kell ellenségképként megjeleníteni a Fidesznek. Örökké az illiberális állami építése közben mindig elmondják, hogy harcolnak a liberalizmussal szembe. Ilyen értelemben a mi kis csapatunk, a liberális párt, az abszolút politikai ellenfél. Hát mi képviseljük a szabadság eszmét. A szabadság eszmé meg úgy látszik kellemetlen. A liberális párt most jó helyen van? A liberális párt szerintem komoly áldozatokat hozott azért, hogy legyen végre ellenzéki együttműködés, amit a választók is követelnek. Ott vagyunk a Változás Szövetségében, három párt szövetsége, a Szocialista Párt, a Párbeszéd és a Liberális Párt. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nyugodtan ki lehet jelenteni az ellenzéken belül, ez az, ami egy együttműködés jelent, ez az, ami összefogás jelent, ez egy komoly politikai erő. Karácsony Gergely ugye a miniszterelnök jelölt, és én azt gondolom, hogy mind az LMP-nek, mind a Momentumnak, Együttnek, más pártoknak fontos lenne végig gondolni azt, hogy van-e értelme fenntartani az önálló jelöltjeinek egy jelentős részét, amikor kívántos lenne egy kooperáció azon az ellenzéki oldalon, ahol van a Jobbikkal is. Van politikai és hogy mondjam, értékazonosság. Ugye felszólít arra, hogy a Jobbik ne legyen az emberek a baloldali szavazók fejében, mint alternatíva. Hát de csomó olyan hely van, ahol a Jobbikos jelölt bizony valódi kihívóként lép fel egy fideszes jelölt a szemben, elsősorban a vidéki egyéni választókerületekben, ott se legyen? Szerintem az indulat rossz tanácsadó mindig, tehát nem lehet indulattal politizálni, ez óriási hiba. Ezt teszi az Orbán kormány, és sokan az ellenzéki oldalról is ezt teszik. Az nem érv, hogy bármit, az ördöggel is össze lehet fogni, csak hogy ez a kormány menjen. Ez nem... Karácsony Gergely mondta. De ez szerintem nem helyes ezen az úton járni, hogyha úgy általában ezt gondoljuk, már csak azért sem helyes, mert megjegyzem, a Jobbik egyéb iránt mindig elmondta, hogy ő a Fidesz programját akarja végrehajtani, csak radikálisabban. Ha mondjuk arról beszélünk, ugye említette az elején, hogy Bőszanet ma például Nyíregyházán volt és az oktatásról beszélt. Hát a Jobbik ugyanazt gondolja, mint a Fidesz, központosítani kellene az oktatást.
Hát amikor arról beszélünk, hogy egyébként mondjuk az Európai Unióhoz mi a viszonyunk, hogy nagyobb és intenzívebb integrációt akarunk, mi liberálisok ezt akarjuk, és nem pedig az úgynevezett nemzetállamok függetlenségét, a Jobbik ugyanazt akarja, mint a Fidesz, és most sorolhatnám önnek hosszan, folyamatosan azokat a programpontokat, amiben lényegében ugyanazt akarja. Most az ellenzéki szavazók képesek becsapni önmagukat, és azt mondani, hogy ja persze, hát ugyanarra a programra lesz. És erre mondja, hogy ne indulatból, hogy ne bármi áron csak menjen az Orbán kormány, hanem gondolkozva, bölcsebben? Hát persze, persze. Én is mindig is azt mondtam, a Jobbikkal vitatkozni kell, le kell ülni. Hibának tartottam mindig is azt, amit van olyan ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció mindig azt mondja, hogy asztalhoz se ülök le, aztán most meghirdetik persze, hogy egy kooperálni kellene. Tehát szerintem ez nem helyes magatartás. Vitatkozni kell, tisztességgel, komolyan kell venni a Jobbikot is, nem kell karanténba zárni, meg kell mutatni a polgároknak, hogy mivel nem értünk egyet, de politikailag, akivel nem értünk, nem vagyunk egy platformon politikailag, az értékvilágunkban is, azzal nem kell közösen értem a szempontjait, a választók meg majd döntenek nem sokára. Elnök úr, köszönöm. Én is köszönöm.